Ne spájzolj! Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Facebookon és YouTube-on is elérhető kampányvideója. A képsorok szerint idehaza akár 12 millió embert is el tud látni a mezőgazdaság élelmiszerrel, és a boltok polcain 100-ból 75 termék Magyarországról származik. A kamara ezzel a videóval akarja felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Az Agrárkamara a pánökszerű vásárlás visszaszorításának az érdekében egy kampányt is indított a Ne spájzolj címmel, és azt gondolom, hogy sok mindennek, de ennek a kampánynak is köszönhető az a amit a héten is tapasztalunk, hogy visszahúzódott, alább hagyott ez a vásárlási láz. A vásárlók azok azt gondolom láthatják, hogy a készleteket az üzletekben folyamatosan mindig feltöltik, tehát nincsen ok az aggodalomra. Az elmúlt hetekben a vevők szó szerint megrohanták a boltokat, ezért ideiglenesen hiány volt lisztből. Még néhány napja is erről beszélt az egyik szekszárdi üzletvezetője. A húst kellett korlátoznom sajnálatos módon, mert egész nem csak a hús, sőt az alapvető dolgokat, értve ezt a lisztet, az étolajat, a nem is a élesztő akár, ezeket mind-mind sajnos korlátoznunk kellett, mert eléggé nagy rohamot kellett átélnünk a múlt héten. Egy vásárló 5 kiló akár csirke, akár bármelyikből vehetett 5 kilót. Ugyanígy a lisztet kértük, hogy 5 kilónál többet ne vásároljanak. Élesztőt korlátoztak 5 darabra. Az alapélelmiszerek átmeneti hiánya viszont mostanra megoldódott. A termelők ugyanis átálltak a megnövekedett igényeket is kiszolgálni képes munkára. A liszthiány kezelése érdekében a malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható. És a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen. De itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból, a termelők és a vágóhidak is gond nélkül működnek. A vásárlási láz az elmúlt napokban a szakember szerint alábbhagyott, a készleteket a boltok ennek ellenére folyamatosan töltik fel, a mezőgazdászok pedig dolgoznak az élelmiszer utánpótlás biztosításán. Hát amint túl vagyunk ezen a havas időjáráson, ezeken a havas napokon, akkor a munkák a földeken tovább fognak folytatódni, és a termelők munkavégzése nem lesz akadályozva, sőt segítve lesz. Ugye tudjuk azt, hogy a szántóföldi és kertészeti munkák azok a kedvező időjárás hatására megkezdődnek. Nagyon sok gazdálkodó inputanyagbeszerzés, talajerőkészítés, vetésültetések kapcsán mozgásban vannak, tehát az ő munkájuk esetleg jövőbeni kijárási tilalmak miatt sem gátolhatók, és ugyanez vonatkozik az állattenyésztési ágazatra is, tehát itt is ugye az állattartó telepek azok nem az állattartó lakhelyén vannak javarészt, és ezért az állatok gondozásával kapcsolatos feladatok elvégzése miatt a gazdálkodók, az állattartók, az állategészségügyi szakemberek, állatorvosok ugye mozogniuk kell, és az ő munkavégzésük is tulajdonképpen megfelelő óvintézkedések mellett egész biztos, hogy biztosítva lesz. Magyarországon 400 ezeren élnek a mezőgazdaságból, ők azok, akik biztosítják a hazai élelmiszerellátás legjavát.